Január közepe van, és ilyenkor már sokunknak nagyon hiányzik a horgászat. Többen már el is kezdték szervezni az idei horgásztúráikat, tervezgetik, hogy hol, milyen előkékkel, milyen csalikkal, milyen technikával fognak horgászni. Mi ebben a videósorozatban az előkékkel és a végszelékekkel fogunk foglalkozni, mert gyakran ezen az egy méteren vagy akár csak 20 cm múlik a horgászatunk sikeressége. Ebben a részben Patrik egy olyan előkét fog kötni, melyel nagyon eredményesek lehetünk a téli és tavaszi horgászatok alkalmával is. Egy nagyon egyszerű előkét mutatok be, melyet csontikarikás rignek hívnak. Szükségünk van hozzá egy csontikarikára, egy horogra, most egy 6-os méretű grip tip horgot használok, illetve előkezsinórra, mely most egy bevonatos bodyguard előkezsinór. A téli horgászatok egyik legjobb cseréje a csonti, és a csonti karikával kizárhatjuk az egyéb alapot. Elkészítése egyszerű, először meghámozom az előkezsinór végét, utána felkötöm a csonti karikát a zsinórra, így később be tudom állítani a horog és a karika közti host. Azután pedig egy egyszerű csomómentes kötéssel megkötöm a horgot. Az előke hosszát nem szoktam 15 cm-nél hosszabbra hagyni, mert télen a rövidebb előke könnyebben megakad a hal szájában.